Elfogató parancsot adott ki a Nemzetközi Büntetőbíróság Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen. Ennek végrehajtása azonban igencsak aggályos, tudtuk meg Fábián Gyula nemzetközi jogásztól. Népirtás gyermekek deportációja kapcsán elfogató parancsot adott ki a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen. Eszerint a Putyin elnök által elkövetett bűncselekmény abból állna, hogy több mint 16 ezer gyereket deportált Ukrajnából Oroszországba. Magyarázza a híradónak dr. Fábián Gyula, nyugalmazott ügyész, a Bábesbolyai Tudományegyetem docense. Az elfogató parancs kapcsán három feltételnek kellene teljesülnie. Kell lennie egy tárgyi, egy területi, illetve egy személyi joghatóságnak. Ami a tárgyit illeti, nem tudjuk, kik a sértett felek, a gyerekek szülei. Oroszország nem lehet sértett fél, mert nem tagállam, így számukra ez a bíróság nem létezik, mint ahogyan Kína, India vagy az Amerikai Egyesült Államok számára sem. Arról van szó, hogy egy olyan nemzetközi bíróság adott ki egy elfogató parancsot, amelynek az illetékességét nem ismert el Oroszország, tehát Oroszország területén nincs lehetősége arra, hogy ennek a elfogadó parancsnak érvényt szerez. Elméletileg 123 ország tagja ennek a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, és ezeknek a területén lehetne a letartóztatási parancs alanyát elfogni. Azonban azok az országok, amelyek nem fogadták el a bíróság illetékességét, kínosan ügyelnek arra, hogy azokkal az államokkal, amelyek elfogadták, kétoldalú szerződéseket kössenek, amely alapján a bíróság illetékességét elfogadó állam kötelezi magát arra, hogy nem adja ki a bíróságnak a bíróság illetékességét el nem fogadó állam állampolgárát. Ilyen formán az elfogató parancs végrehajtása Fábián Gyula szerint aggályos. Ráadásul az ilyen nagy országok esetében az érintett országok elnökei maguk választják meg, hogy hova utaznak. Nincsenek rászorulva arra, hogy körbejárják a világ azon 123 országát, amelyek benne vannak a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság kötelékeiben. Ugyanakkor nemzetközi szervezetek székhelyeire kockázatos lenne menni, jegyezte meg Fábián Gyula.